A Magyar Agrárminisztérium még 2020-ban a Nemzeti Összetartozás évének keretében indította el az Agrárvándorbölcső programját külhoni magyar mezőgazdaságból élő és gyermeket váró családok támogatására. A horvátországi magyarok bölcsőjét a HNDK gazdakör vette át, és már meg is találta harmadik tulajdonosát, ezúttal Várdarócon. A magyar nemzet gyarapodásának egyik szép példája a 2012 óta működő és folyamatosan bővülő vándorbölcső mozgalom, amely fabölcsők adományozásával ösztönzi a magyar közösségeket a gyermekvállalásra. A Magyar Agrárminisztérium is csatlakozott a mozgalomhoz, 2020-ban úgynevezett Agrárvándorbölcső programot indított a külhoni magyar agráriumból élő gyermekeket vállaló családok támogatására. A projekt keretében minden határon túli régióhoz eljuttattak egy fából faragott, ringatható bölcsőt. A horvátországi magyarokét a HMDK gazdakör tagjai vehették át. Kezdeményezettjei a mezőgazdaságból és élelmiszer előállításból élő családok, akik kisbabát várnak. A vándorbölcsőt fél évenként adják tovább, első horvátországi magyar tulajdonosa 2020-ban vette használatba. Nagyon örültünk ennek a vándorbölcsőnek, egyrészt örülünk annak is, hogy mi vagyunk az első tulajdonosai, vagyis konkrétan ő, és hát most itt van a nappali közepén, hát a ház díszelet, hogy azt mondjam, nagyon sokat van benne, és reméljük, hogy nem fog olyan hamar kinőni, bár nagyon gyorsan nő a baba. Úgyhogy ide-oda költöztetjük a bölcsőt, és ezúton is köszönjük szépen a HMDK gazdakörének, hogy gondolt ránk, vagyis gondolt az itteni magyarságra, hiszen ez egy vándorbölcső, az neki a lényege, hogy 6 hónap után a bölcső tovább vándorol, magyarán egy másik családhoz fog kerülni, és reméljük, hogy addig születik egy másik baba is, úgyhogy nem fog üresen állni valahol valamelyik raktárába a gazdakörnek. Szerencsére nem került a raktárba a bölcső, első gazdája 6 hónap után továbbadta, Várdarócra került, ahol egy kislány birtokolhatta, most pedig szintén Várdarócon a másfél hónapos Tomás fekhet benne fél éven keresztül. Nagyon örülünk, hogy hozzánk is eljutott a horvátországi magyarok vándorbölcsője. Mi vagyunk a harmadik tulajdonosa. Ide a nappali közepére helyeztük el, úgy gondoljuk, hogy itt fogjuk legtöbbet használni. Köszönjük szépen a HMDK gazdakörének, hogy gondolt ránk. 6 hónapig fogjuk használni, és 6 hónap után tovább fog vándorolni. Egy másik családhoz fog eljutni a bölcső. Reméljük, hogy addig születik egy másik kisbaba, hogy nem lesz üresen ez a bölcső. Addig is mi meg fogjuk őrizni a következő tulajdonosnak, és örömmel fogjuk használni. Hát jó érzés szülőnek lenni. Kicsit az elején nehéz volt, még nem szoktuk meg az egészet, de most már megszoktuk, úgyhogy most már nagyon örülünk, hogy mi hozzánk is eljutott a bölcső, és hogy szülők lettünk. A HMDK gazdakörének vezetői szerint ez a bölcső összekötő kapocsa gyermekeket vállaló családok között. Ezt szimbolizálják az ezüstkarkötő láncszeme is, amit minden kisbaba ajándékba kap, amikor szülei átveszik a bölcsőt. Hát mi is örülünk és büszkék is vagyunk, hogy részesei vagyunk az Agrárminisztériumnak a vándorbölcső programjának, és hogy említetted is, ugye most a harmadik lakója költözik vele, 2 már volt, kicsit a korona bennünket azért megszakított, előbb kellett volna, de hát így jött ki. Mindegy, örülünk neki, hogy a harmadik lakója van, reméljük, hogy fél év múlva újból változtat majd gazdát, vagyis a bölcső. Mit kell tudni előre a programot? Tehát, hogy kaptuk ajándékba az Agrárminisztériumtól ezt a bölcsőt, és ez, ami azt jelenti, ilyen összefogás jellegű, hogy határon túliak minden országból kaptak vándorbölcsőket, és ez egy ilyen szimbolikus, tehát, hogy mégis azért gondolnak ránk az anyországban. Sajnos nálunk nagyon jellemző, nem csak az elvándorlás, hanem
a gyerek szaporulat is, tehát mindenében azt lehet mondani majdnem, hogy kevesebben szülnek, és ez egy ilyen ösztöntést is ad talán, vagy kedvet a fiataloknak, hogy igenis szükség van a utókorra. A HMDK gazdaköre ezúton is felhívja a fiatal horvátországi magyar családok figyelmét, hogy bátran jelezzék a szervezet falugazdászánál, ha a jövőben igényt tartanak a bölcsőre. Horvátországon a legfrissebb adatok szerint kevesebb a magyar újszülött, mint a Kárpát-medence más régióiban, már csak ezért is örülnének neki, ha házról házra járna a vándorbölcső, hogy minden szülő érezze, hogy a magyar nemzethez tartozik.